Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök egy újabb aktuális műsort fognak látni a következő percekben. A mai meghívottaink Lövitei Lázár László szerkesztő és Siklódi Ferenc képzőművész, akik annak kapcsán vannak itt a stúdióban, hogy mérföldkőhöz érkezett a Székely Könyvtár. Köszöntöm Önöket a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm. A Székely Könyvtár, miről is van szó tulajdonképpen, és mi is ez a mérföldkő? 2012-ben indult ez a 100 kötetesre tervezett könyvsorozat, és a mérföldkő az azt jelenti, hogy idén november közepére a Marosvásárhelyi könyvvásárra megjelent az 50. kötet is. Tehát fél időhöz érkeztünk, fele úthoz érkeztünk, és ilyenkor illik megállni egy szusszanásnyi időre, és számba venni azt, hogy mit is csináltunk mostanig. Azt látják a nézők is, hogy mit is csináltak mostanig a kiadó tulajdonképpen. Ennek kapcsán volt egy kiállítás a Hargita megye tanácsa a megyeháza galériájában, ahol Siklódi Ferenc munkáit, az ex libriseket állították ki. Hogy kell elképzelni ezt az együttműködést? Hogy született, illetve hogy készültek ezek a munkák? Ennek volt egy előzménye, mielőtt ennek az ex libriseknek neki fogtunk volna. Pár évvel korábban egy művésztelep kapcsán indultam el, és eldöntöttem, hogy üres kézen nem megyek, hogy csak művésztelepen dolgozni. Akkor kértem meg Lacit, hogy adjon egy pár verset, hogy az alapján illusztráljak. Mert hát ebből sikerült egy olyan dolgot összeállítani, 12 verset leküldött, és közösen létrehoztunk egy első könyvet, ami közös könyvünk volt. 12 vers, 12 illusztráció. Ez a könyv meglett, utána ők a szerkesztőségben döntöttek, hogy létrehozzák ezt a sorozatot, a 100 címmel, és akkor kértek fel arra, hogy elkészítsek mindegyik címhez egy könyvjegyet. És így dolgozgattunk évről évre együtt, tavasszal 5 rend, ősszel 5 rend, és most elérkeztünk pont... és most így elérkeztünk pont feléhez a kötetnek, az 50-hez, és ebből lett a kiállítás. Ezt az együttműködést hogy kell elképzelni? Megvan, hogy mi lesz a könyv, és akkor a képzőművész elolvassa azt a könyvet, és ahhoz készít valamit, beleszólnak, megtanácsolják, megbeszélik. Ez érdekes. Éppen Lacinak meséltem el, hogy én ennyire soha nem voltam készítve olvasni. Én az első könyvek között nagyon-nagyon buzgóan, majdnem minden kötetet végigolvastam. Írtó nagy élmény volt számomra, hogy ezeket végigolvasgatni. Szép volt, nagy élmény volt. És annak alapján szűrtem le, hogy milyen képi világot fogok összeállítani. És így, hát vannak, amiket ismerem, vannak költők, vannak prózaírók, főleg amiket ismerek, megbeszéljük, hogy körülbelül milyen hangulatban, mit is tartalmazzon. Én, hogy ez a pici grafika tényleg egy könyvjegy, ami maradandóan egy hangulatát kell adja a könyvnek. És valahogy így közösen állítjuk össze, nagyjából megrajzolom, van, amikor egyeztetünk, van, amikor van, hogy hú, hát egy kicsit mellé lőttünk, akkor nézzük meg újból, mi van, és így alakulgatnak a dolgok. Székely Könyvtár könyvei, hogy választódnak ki, hogy éppen mi fog megjelenni? Vagy a tavaszi ötben mi kerül, az őszi ötben mi kerül? Hát mi a kezdetén elhatároztuk azokat a fontosabb pontokat, leírtuk, hogy mihez tartjuk magunkat a szerkesztéskor, könyvek kiválogatásakor, és eleve úgy indultunk neki, hogy ötös miniszériákban jelennek meg a könyvek, tehát tavasszal 5, pünköstkor, ősszel a vásárhelyi könyvvásárkor ismét 5, illetve hát az is fontos szempont volt, hogy régi irodalom, tehát mondjuk 16, 17, 18, 19. századi irodalom is legyen benne, aztán 20. század elejé, közepi, illetve kortárs is feltétlenül. Illetve még amit fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy a
az ötös szériákban azért próbáltuk lefedni az egész Székelyföldet. Tehát, hogy ha csak egy mód van rá, akkor legyen így ötönként egy szerző, mondjuk háromszéki, csíki, udvarhelyi, marosszéki, sőt aranyosszéki szerzők is vannak. Balázs Ferenc például a Rög alattot, azt gyönyörű könyv, azt aranyosszéki kis falucskáról, Mészkőről írta, hogy mit próbált ott tenni a két világháború között, illetve most a 49. kötet Ignác Rózsa, Torockói gyász című kötete. Ignác Rózsa ugyan kovásznai születésű, de maga a téma az szorosan aranyosszékhez, Torockóhoz kapcsolódik. Kicsit még beszéljünk arról, hogy kiknek a művei jelentek meg, illetve melyik az a könyv, amelyik iránt a legnagyobb az érdeklődés? Gondolom a Márton Áron, de lássuk, igaz-e? Nem akarom felsorolni mind az 50-et, valószínű, hogy fejből is fel tudnám, viszont egy-két címet feltétlenül kiemelnék. Mielőtt ebbe belevágnék, azért válaszolnék az utolsó kérdésedre. A legpiacosabb az természetesen Kányádi Sándor, illetve a Márton Áron könyvet is újra kellett nyomni. Neki most, hál' Istennek, nagyon magasan van az ázsiója. Illetve még egy harmadikot is megemlítenék, Kurkó Gyárfásnak a Nehéz kenyerét, azt Domokoson, Balánon, Felcsíkon vették, mint a cukrot. Úgy látszik, hogy mindenkinek van valami köze ehhez a figurához, vagy egyetért vele, vagy elszámolnia valója van vele, vagy egyáltalán kíváncsi volt arra a világra, ami Kurkó Gyárfásnál megjelenik. Nagyon szigorú a székelységgel kapcsolatban, és még itt lehetne bőven említeni olyan szerzőket, akik a székelység sötét oldalát írják le. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt valami romantikus, patetikus ködbe mi itt beburkolózunk, hanem nagyon keményen elemzik a székelység helyzetét néhányan, és ez számomra sokkal hitelesebb is, mint hogyha valaki kívülről kezdi szidni, mocskolni, ócsárolni a székelyeket, hogy ilyenek, olyanok, meg amolyanok. És akkor ugye a Bözödi György kihagyhatatlan ebből a felsorolásból, aztán tényleg nagyon kegyetlenül őszinte, de hát nem kevésbé őszinte mondjuk Hermányi Dénes József, vagy mondjuk Belöni Farkas Sándor sem. Ő ugyan észak-amerikai utazását írja le, de közvetve folyamatosan összehasonlítja a kint látott állapotokat az itteni állapotokkal. Ez ugye 1830-as évek eleje. Írja is Belöni Farkas, hogy a New York-i státus az nagyjából akkora, mint Erdély, és ott van 227 lap, ha jól emlékszem, eddig meg van egy abban az időben, úgyhogy össze lehet mérni, hogy mit talált ő ott, illetve mi van abban az időben itt nálunk felé. És kedvenc szerzők, itt ugye ötönként vannak kirakva a könyvek, és nyilván itt van Farkas Árpád, meg Király Laci bácsi, Vári Attila, volt egyszer egy város című Marosvásárhely regényét, nagyon szeretem, Ferences István válogatott verseit, én válogattam, nagyon erős költészet, ki van még ott, azt mondja, Szőcs Géza, és hát az 50. Markó Béla, igen. Ezek fényében melyik volt az, amelyiket a legnehezebb volt úgymond illusztrálni a könyved kapcsán, és melyik volt, amelyik nagyon egyszerű volt, vagy onnan jött az olvasás után? Igen, azon? Indulástól nagyon-nagyon könnyedén mentek. Nálunk a megakadás Fodor Sanyi bácsinál volt. Megakadtam ott. Először én gondoltam Csipikére. Igen, épp ezt akartam, hogy Csipike figurája az. Nem Csipike, Fodor Sanyi, nem Csipike, elég volt. És akkor kezdődött a vacilálás, volt egy képi világom, amire azt mondtuk, hogy hú, az nem lesz jó, indítsunk egy másikból, aztán végül maradtunk a Portrénál. De nagyjából ez volt az egyedüli ilyen eset, amikor tényleg akkor össze kellett ülni, hogy akkor nem jó itt a dolog, nem jó irányba tartok, besültem.
valahogy megijedtem, próbáltam megfelelni, és minél jobban hajtottam, annál jobban szorult össze nekem a gondolataim. Nagyjából ezek a könyvegyek nagyon jól jönnek, mert ha tavasszal az ötöt elkészítem, akkor belemelegedek. Már akkor megjelenik hátul a jegyzékben, hogy a következő öt mi lesz. És óvatosan kezdem kutatni, belélni magam, olvasgatni, úgyhogy van egy folyamatos felkészülés erre a dologra, hogy mi is az a világ, amit kiválasztok. És akkor időben van, hogy elkezdek rajzolni, mivel rajzoljak, milyen technikával vigyem át, hogy csináljam, mint csináljam, és szép lassan beleélem magam, úgyhogy nagyjából könnyen mennek, és mindig ez egy nagy kihívás, hogy vajon mit tudok én is létrehozni. Számomra is nagy kihívás, úgyhogy, és néha olyan boldog vagyok, amikor jó sikerül vagy. Azt tartják, hogy a művészekkel a legnehezebb dolgozni, mert megsértődnek, hogyha az ember megmondja, hogy esetleg nem ez az irány. Itt azon múlik, hogy mennyire tud két ember kommunikálni, vagy esetleg elfogadod azt, hogy tanácsot adnak, vagy más irányt kérnek, vagy... Különleges helyzetben vagyunk Milacival. Milacival elég gyakran kommunikálunk, ilyen félmondatokból, és még soha nem volt az, hogy hoppá, ez itt erre kéne, arra kéne. Írtó szerencsésnek mondhatom a ketteni találkozásunkat és a munkákat. Részemről teljesen pozitívan, jól, és ilyen megnyugtatóan, nyugodtan tudok dolgozni. Azért csak kiegészítésként említsük meg, hogy a sorozat terve sorozat tervét nem Feri csinálta, hanem Lést Ján Csabika. Az Ex Libriseknél, a könyvjegyeknél azért gondoltunk Ferire, hogy legyen egy kicsit másabb hang is. Tehát, hogyha az Ex Libriseket is Csabi csinálta volna, akkor tényleg talán túlságosan is egyhangú lett volna ez a történet. Így ugye egységes köntösben jelenik meg remélhetőleg mind a 100 kötet, és nagyon szépen színesítik ezeket a könyveket a Feri által készített könyvjegyek. Nagyon érdekes, hogyha nem tudom, meddig lesz látogatható a kiállítás, hogyha valaki bemegy a galériába és megnézi, akkor érdekes lesz látnia, hogy birkózik meg a feladattal. Feri van, ahol tényleg portrékat készít, van, ahol a könyv témáját illusztrálja, van, ahol csak a hangulatát próbálja megragadni, az atmoszféráját a könyvnek. Egy nagyon lenyűgöző és impozáns kiállítás így az 50 Ex Libris látni a falon. Visszatérve a könyvekhez, státus-e manapság egy kortárs írónak, hogy megjelenjen ezekben mert hogyha az 50-et osztjuk 5-te, akkor gyakorlatilag 25, nem, hogy hány akkor kortárs? 1, 2, 10. Így van, akkor 20 lesz összesen. Igen, nagyjából. És azért 20-nál sokkal több székelyföldi kortárs, jó kortárs író van, hál' Istennek. Státus-e nekik ez? Van-e egyfajta olyan, hogy bekerültem, de jó? Hát, hogyne, szerintem... Mindenki szívesen jelenik meg, mondjuk Apor Péter, vagy Zsögödi Nagy Imre, vagy Böleni Farkas Sándor társaságában. Ez érdekes, hogy például amikor hanem egy SMS-t küldtem Szőcs Gézának, hogy lehet-e a te könyved a 45-dik, mire visszaírta, hogy azonnal és feltétlenül és szívesen és örül a felkérésnek, de ugyanez elmondható Markó Béláról is. Tehát bekerülni ebbe a sorozatba egyféle fajta kanonizáció, ugye kánon sok van népi, urbánus, ilyen, olyan, amolyan, lila, zöld, stb. Viszont itt megjelenni nálunk úgy néz ki, hogy ez is jelent a szerzőknek valamit. Vannak önkéntes jelentkezők is, akik feltétlenül szeretnének bekerülni, őket egy kicsit nehezebb lerázni, elmagyarázni nekik, hogy talán még nincs ott az idő. És hát ott vannak a kortárs, ma még a középgenerációhoz tartozó szerzők, akik azért szerintem feltétlenül benne lesznek majd mondjuk úgy a 80-tól felfelét gondolok, Molnár Vilmosra, aki egy nagyszerű prózaíró, vagy Fekete Vincét is említhetném, és még azért kerülnek, remélem, mire elérünk. Most mit írunk? 2016-2021. Olyan hamar itt lesz az is, hogy... És akkor, hogy ne
legyen az, esetleg valakinek ne alakuljon az ki a fejében, hogy te döntöd-e, hogy ki az, kik döntik-e, hogy ki kerül be? Hát a szerkesztőbizottság az a Székelyföld folyóirat szerkesztőiből állt össze. Azt azért még nem mondtam el, hogy a Hargita kiadóhivatal adja ki a Székelyföld című folyóiratot is, mint Hargita megye tanácsának egyik kulturális alintézménye. És akkor mi már 97-98 óta dolgozunk együtt a kollégák jó részével, tehát van egyfajta, egyfajta olyan közös rálátásunk a székely, az egységes erdélyi, az egységes magyar, nem tudom milyen irodalomra, hogy egymás között könnyebben el tudjuk dönteni, hogy akkor kik is kerüljenek be, és ez az egyik legizgalmasabb része a munkánknak, amikor összedugjuk a fejünket és eldöntjük, hogy na ki legyen a következőt, miért ő legyen, miért ne a másik, stb. A többi aztán az már favágás, betűdöjtögetés. Ez a szakmának az unalmasabb része, amikor tényleg dolgozni kell. Ne hagyjuk fel itt szó nélkül, melyik volt a legkedvesebb számodra, melyik könyv? Igazából én meg is mondom, az első kötetből volt, és Apor Péter, azt olvasom, a számomra egy nagy-nagy-nagy hatás ért. Az a világot, amit ő megírt, mielőtt az osztrákok bekerültek volna, és az előtti világot, és az Apor Péter, a fajta katolikus nehéz neveltetésével, és ahogy ezt így megírta, én folyamatosan olvasgattam, visszatértem, beleolvastam, az nagy élményt, az nagy-nagy nyomot hagyott bennem. Ennél jobb reklám nem is kell ezeknek a könyveknek. Van olyan, amelyik legelőször jelent most meg? Vagy olyan válogatás esetleg, mert vannak népdalok, stb. Tehát, hogy ami most először látott napvilágot. Tehát, hogy kortárs szerző egyből ideadta volna, hogy ebbe a sorozatban jelenjen meg, olyan nincs, viszont kezemben van a legújabb kedvencem, nekem sok kedvencem van ebben a sorozatban, de ez az 50 plusz jelölésű kötet, Siklódi Ferenc névjegyek egy című kötete. Azt már a legelején eldöntöttük, hogyha kész lesz mind a 100 könyv, akkor a könyvjegyeket külön megjelentetjük, azokkal az ajánlókkal, utószavakkal, előszavakkal, amiket a kötetek szerkesztői írtak, illetve egy idő után aztán bejöttek a képbe a külsősök is, külső munkatársaink is, barátaink, akik a Székelyföld folyóiratban ajánlják nagyon röviden a Székely Könyvtár egy-egy kötetét. Tehát most megjelent ebből a könyvjegyek egy, szerencsére, mert a századik után az túl vastag lett volna, valószínűleg be se fért volna ebbe a gyönyörű formátumba. Úgyhogy Siklódi Ferenc névjegyei vannak itt benne, minden ex libris, amit a kötetekhez megcsinált, illetve a könyvjegyek után következnek az ajánlók. 52 író, költő, gazdálkodó, könyvtáros, társadalomtudós, stb. Ajánlja ezeket a könyveket, és egy nagyon szép metszetet nyújt ez a könyv arról, hogy mi is ez a vállalkozás, mi is ez a Székely Könyvtár, illetve hát saját magunkról is. Ez egy mini irodalomtörténet, vagy mini kultúrtörténet. Ki hogy látja, mi volt számára fontos, mitől látja Székelynek X-et vagy Y-t, stb. Úgyhogy ezt feltétlenül ajánlom mindenkinek. Ez könyvként is, grafikailag is szép, és mondom ezt, hogyha valaki elolvassa, akkor sokkal okosabb lesz. A tekintetben, hogy mitől székely egy író, vagy hogy miért éppen ezek a könyvek kerültek be a sorozatba. Határon túlról, és itt most nyilván idézőjelben a határ, jelentkeztek, voltak önjelöltek, akik nagyon szerettek volna bekerülni, vagy esetleg jegyezte meg valaki, hogy milyen kizárósdi ez? Nem, hát azt azért megjegyzik, hogy
megjegyzik, hogy miféle bezárkózás ez már megint, mit akarunk mi ezzel az elkülönüléssel, mi nem akarunk bezárkózni, nem akarunk elkülönülni, egyáltalán arról van szó, hogy vegyük számba azokat az alapműveket, azokat az immár klasszikus műveket, azokat az alapértékeket, amelyeket mi tettünk le az asztalra a székely népcsoport. Ilyen eddig még nem volt. Vannak mindenféle lila-zöld, hajléktalan női és egyéb költők is, antológiák, könyvsorozatokat, akkor már miért ne lehetne egy ilyen is. Olyan szerző nem volt, aki onnan jelezte volna, hogy akkor ő is ebbe be akar kerülni. Gondolom, hogy azért ránk bízzák a szerkesztőbizottságra ezt, hogy mi döntsük el. Egyébként hogy fogadják most Magyarországon és máshol, Kolozsváron például, vagy bárhol, ahol magyar könyvek jelennek meg, hogy fogadják? Kíváncsian, érdeklődve, ismerik, hallottak róla, nem is tudják? Ez megint csak kettős. Ugye van, aki a székelységet még mindig székelyharisnyában képzeli el, hogy úgy őrzi a nem tudom mit, a hazát, és van a másik véglet, akinek már a székely szótól is föláll a szőr a hátán. Az a legjobb, hogyha valaki tényleg objektíven tekint erre a könyvsorozatra. A vásárlókra vagyok én leginkább kíváncsi, és ugye azt még nem mondtuk el, hogy a könyvterjesztés módja a hagyományos mellett, hogy könyves üzletben, imitamot, könyvvásárokon, könyvtalálkozókon megvásárolható, de a leglényegesebb az, hogy elő lehet fizetni erre a sorozatra. A Székely Könyvtár nagyon bízott a Székelyfőd folyóirat előfizetőiben. Érdekes módon a két lista, tehát a sorozat előfizetői, illetve a Székelyföld folyóiratra előfizetők listája nem fedi egymást. Erre mai napig nem kaptam választ, hogy vajon mitől van ez. Az viszont tény, hogy lehetne a sorozatnak egy kicsit több előfizetője. Én bízom benne valószínűleg, hogy be kell vetni a Nincs Mese. Kitapétáztuk plakátokkal a fél országot, szórólap, Facebook, honlap, mindenféle, tényleg rengeteg könyvbemutatóra eljártunk, de valószínűleg, hogy be kell vetni a Nehéz tüzérséget is, és itt a TV reklámra gondolok. Feri már egy ideje kotol a TV reklám grafikai részén, azzal hiteget, hogy kész lesz, de én hiszem, ha látok. És akkor ez itt most szerintem a zsarolás pillanata. De még maradjunk egy kicsit, mert mindjárt vége az adásnak, hogy a következő 50. Mik a tervek? Hát egyelőre 100-ig próbálunk eljutni. Szerzők, címek vannak bőven. A hiányzókat viszont feltétlenül pótolni kellene. Két nevet említek, Orbán Balástól és Nyírő Józseftől például még nem jelent meg semmi az első 50 kötetbe. Orbán Balázs a könnyebb helyzet, ott ugye hát a Székelyföld leírása nélkül egy ilyen sorozat valószínű, hogy nem teljes. Nyírő Józseffel más a problémánk. Többen kérdezték, hogy miért bojkottáljuk Nyírőt. Egyáltalán nem bojkottáljuk, hanem a jogutód nem akarja Nyírőt újra kiadni Erdélyben. Valószínűleg, hogy az újratemetés körül kavart botrány lehet a ludasabb dologban. Én szörnyen sajnálom az egész dolgot, mert Nyírőtől azért két-három könyvet feltétlenül be lehet. Válogatott novellák, Madéfali veszedelem, vagy még másokat is. Befejezésként Siklódi Feri mivel dolgozik éppen? Nyilván a tévéreklám mellett. Tévéreklám, azt már rajzoltam. Most úgyból egy ilyen mélypontba kerültem, nem megy. Most készülök egy Rofilainak, barátunknak,
könyvének a rajzolásával, ugyanúgy vagyok mindenvel a reklámmal, hogy minden emléke szembe jut, neki fogok rajzolni, van pillanat, mikor jobban megy, van pillanat, mikor úgy nem találom jónak, vacilálok, elég sokat vacilálok én is, de megígérem, a reklám meg lesz, amire nem ígérek semmit, hogy mikorra, de rajzolom. És a befejezéseként Rapi Lajos vajon kap egy kis helyet ebben az 50-ben? Székely cigányköltőként? Nézzük meg. Érdekes, hogy olyan kedves költőim és tényleg nagyszerű a kortárs költészet évvonalába tartozó költőkírók, mint Kemény István vagy Bartis Attila imádták Rafi Lajost és a verseit. Érdemes lesz elgondolkodni ezen is. Egy érdekes színfótja lehetne ennek a sorozatnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük.